Köszöntjük Önöket! Ez itt a Művész Bejáró magazin. Ebben a videóban új tagunkkal, Szász Júliával beszélgettünk. Fogadják szeretettel! Ez egy mondat, most így pakolom ki a sminkeimet. Köszönöm szépen! Forog is, amikor mondjátok. Mehet? Te is frissen végeztél az egyetemen, és ugye te is itt voltál gyakorlaton a színházban, de hogy most ugye, mint diplomás színművész, és hogy itt, tehát hogy én emlékszem, és hogy tudom, hogy mennyire mást jelentett akkor, hogy mondjam, súlytalanabb volt az egész nekem, és aztán diploma ott van a kézben, és akkor ezzel, na most akkor nekem bizonyítványom van arról, hogy nekem már tudnom kell valamit. Te ezzel hogy birkozol, vagy hogy érted ezt a nagy különbséget? Hát hasonlóan mindig jó volt így az EH mögé elbújni egy kicsit, hogy jó, de hát én még egyetemista vagyok, és hát egy sokkal nagyobb felelősség szerintem, hogy társulati tagként. Neked is a bankban volt ugye az első előadás? És hogy te erre hogy emlékszel? Hogy gondolom az volt az első találkozásod igazából a Nemzetivel? Igen, akkor másodévesek voltunk, másodév végén jöttünk föl, énekeltünk, táncoltunk, zenéltünk benne, szóval nagyon sok feladatunk volt. Ezzel párhuzamosan már elkezdtünk a tanárúrral dolgozni a kis bankbánon, amit végül rendezett nekünk a bank missziót, amivel igazából hát ma már ritkábban, de még mindig játsszuk. Érdekes látni, amennyit fejlődött ez az előadás, és annyira így a szívügyünk volt, hogy a visszajelzések alapján a gimnazistákra is nagy hatása volt, vagy így más, kicsit más, hogy kezdték el nézni ezt a drámát. Te is szereted megcsinálni magadnak amúgy a sminket? Én szeretem, igen. Már így megszoktam, meg nagyon, tehát ilyen autodidakta módon így tanulgattam, nagyon sok videót néztem. De mondjuk minden szerephez nézel valamilyen technikát, vagy? Van, hogy külön is keresek és nézek, és akkor azt így próbálgatom. A Csibecsőrhöz is egyébként mutatott valamit a jelmeztervező, és akkor az alapján próbáltam. Én szeretem nagyon így sminkelni, így kikapcsol. De mondjuk ez így felkészít? Vagy hogy van ennek valami többlete, mint vagy több? Hát abszolút, szerintem van, vagy az is, hogyha fölveszel egy olyan jelmezt, ami nagyon meghatározó, vagy mondjuk egy fűző. A bankbánon túl volt-e valami olyan meghatározó élményed, mert ugye sok előadásban ugye be is ugrottál, és hogy részesen lettél, hogy van-e valami olyan élményed, ami miatt, vagy ami mondjuk meghatározta azt, hogy te úgy döntöttél, hogy ide jössz? Talán a körhinta volt az, nekem az volt az első tulajdonképpen főszerep, amit végigvihettem, és egy ívet eljátszhattam, hát egy főszerep, igen. És ez harmadik végén keresett meg a tanár úr azzal, hogy készítene egy utaztatható változatot, és nagyon sok helyen játszanánk, vidéken is, határon túlon is. Ez egy elég összetett szerep, tánc, ének, de én a mai napig nagyon-nagyon szeretem, és nagyon közel áll a szívemmel, szóval így ez egy nagyon csodálatos élmény volt. Ez a lelkünkből fakadó, szívünkből fakadó nagy történet. Jövőre ugye, mint Júlia is láthatunk téged, kell-e valami muníció rá, hogy ennek így neki fog érnek a hatalmas feladatnak? Hát igen, ez egy hatalmas feladat, nagyon nagy kihívás, de én azt gondolom, hogy külön nem kell, vagy ez nem feltétlen segít, vagy inkább félrevisz, hogyha olyan nagyon sok mindent ez az ember. Mondjuk nekem ez valahogy kimaradt, tehát én ezt színházban sosem láttam, ezt a darabot, viszont a filmeket, a Zeffirelli filmet, az többször, és a Baz Luhrmann féle filmet. Azt láttam, tehát, hogy ez egy viszonyítási alap van nyilván, de hogy úgy is majd azt fogja eldönteni, hogy most itt milyen koncepció lesz, mi felé megyünk, mit akarunk kihangsúlyozni ebből a történetből, mert azt mondom, hogy nagyon sok mindent ki lehet szedni, és pont ezért ilyen örök érvényű, mert a mondani valója az sok minden lehet, még a mai világban is vagy ma.
És ez a Csibecsőr egyébként, ő ilyen... Szóval, hogy maga a szín, amit használsz, az ilyen kifejező nyilván így a szerepre. Meg, hogy ilyen kis harsány, meg ilyen... És hogy te egyébként mennyire vagy ilyen? Egyáltalán nem. Többnyire egyáltalán nem, úgyhogy én azért is nagyon örültem ennek a szerepnek, mert lehet benne nagyon amúgy bohóckodni, tehát ez egy vicces karakter, kicsit ilyen őrült, és hát ez, hogy ilyen sárga tollas mamuszban van, meg mindenhol ezek a rikító színek, szóval, hogy nagyon, nagyon más, és valahonnan ezt így elő kell hozni, és nagyon élveztem ezt a próba folyamatot is, hogy valami egészen más, amiket így eddig csináltam. Bízik abban, hogy egy sikeres Róma és Júlia... Számomra sokkal inkább jelenti ez a darab például azt, hogy mondjuk a fiatalok szerelme, de nem feltétlen szerelme, hanem mondjuk szenvedélye vagy hozzáállása meg tudja változtatni egy kicsit a világot, vagy tud-e formálni rajta az, hogy mondjuk évtizedek vagy évszázadok óta való gyűlölködés, erőszak, háborúskodás, hogy ezzel lehet-e mondjuk egy generációnak, több generációnak változtatnia, és egy kicsit ezt enyhítenie. Szóval ez nem egy érdekes dolog, és mondjuk ez, engem például ez nagyon érdekel ebben. Új tagjainkat bemutató portrésorozatunk második adását látták. Tartsanak velünk legközelebb is!